A betöltetlen váltósúlyú magyar bajnoki címérkőzés egyik főszereplője Vajda Gyula érkezik a szorítóba, aki 19. profi összecsapására készül. Eddig 14 győzelem és 4 vereség a mérlege Vajda Gyulának. 14 győztes mérkőzése alkalmából 10 alkalommal KO-val, illetve technikai KO-val győzedelmeskedett. A 24 esztendős hajdúhatházi bunyós, aki elmondása szerint élete formájában van, soha ennyire nem sikerült még jól a felkészülése, és természetesen csak akkor lesz elégedett önmagával, hogyha magyar bajnokként térhet haza. De hát nyilván a képen látható Vári Gergőnek is lesz majd néhány szava ehhez. Vári Gergő eddig a profik között 11 győzelmet, 3 vereséget gyűjtött, 11 győztes mérkőzése alkalmával mindösszesen 2 KO, illetve TKO győzelem fűződik a nevéhez. Erre a mérkőzés előtti mérlegelésen, illetve sajtótájékoztatón Vajda Gyula is felhívta mindenki figyelmét, hogy amiben bízik, az inkább az, hogy az ütőerő mellette szól, pedig ugye Vajda Gyula nem is olyan régen, egy 2 kategóriával lejjebb könnyű súlyban boxolt WBU világbajnoki címmérkőzést, míg Vári Gergő 2 kategóriával feljebb középsúlyban vívott magyar bajnoki címmérkőzést. Egyik versenyzőnek sem sikerült egyébként akkor az aktuális övet elhoznia. Így most gyakorlatilag mindkettőjük számára ez egy köztes súlycsoport, hogyha lehet ezt így nevezni. Vajda Gyula 2-t föl, Vári pedig 2-t lefelé jött. Így tehát a betöltetlen váltósúlyú magyar bajnoki címmérkőzésen jött össze a Vári-Vajda párosítás. 10 menetre tervezett mérkőzés tehát. Piros kesztyűben Vajda Gyula, kék kesztyűben pedig majd Vári Gergő. Azonnal nagyon keményen bekezd Vajda Gyula, ahogy ezt ígérte. Tulajdonképpen ő megmondta, hogy az első gongszótól kezdve kőkeményen akciózni fog. Bőven föl van készülve a 10 menetre, arra is bőven föl van készülve, hogy végigüsse a 10 menetet. De természetesen Vári Gergő is ott van a ringbe, aki egy ideig türelmesen várt, aztán nagyon szépen válaszolt. Itt rögtön az első menetben hatalmas adok-kapok csata alakul ki. Bizonyára a kedves nézők is tudják, vagy hallottak róla, hogy hát ahogy a fiúkat idézzem, összepattantak a Facebookon. Néhány hónappal ezelőtt elkezdtek üzengetni, elkezdtek kirogatni egymásnak, aztán egy picit durvább hangnemre került ez a beszélgetés. Majd a mérkőzést megelőző mérlegelésen már kisebb kakaskodás és lögdösődés is volt. Mindkét srác azt mondta, hogy majd itt a ringben lerendezik ezt a dolgot, és lehet is érezni egyébként, hogy nagyon feszült a levegő ezen a mérkőzésen. És ahogy a versenyzők mondták, nagyon-nagyon nagy dolog magyar bajnoknak lenni, elsődleges céljuk a magyar bajnoki cím meghódítása, de meg is akarják verni a másikat. Ez most jelenleg legalább annyira fontos mindkettőjüknek, mint a váltósúlyú magyar bajnoki öv elhódítása. Hát kérdés, hogy ki tud majd egyébként higgadtabb maradni, és ki tudja az indulatokat a szorítón kívül hagyni. Egyelőre Vajda Gyula óriási tempóval kezdi ezt a mérkőzést. Elképesztő mennyiségű ütést indított itt rögtön az első menetben. Hát kérdés, hogy ezt lehet-e 10x3 percen keresztül csinálni. De bizonnyal egyébként nem, hiszen ez azért nagyon nagy tempó, még váltósúlyban is. Várinak meg egyelőre nem volt még ideje nagyon válaszolgatni, igazából csak a védekezéssel van elfoglalva Vári Gergő. Nagyon szépen talált most 2x3-szor is Vajda Gyula, testen, fejen folyamatosan akciózik, gyakorlatilag egy pillanatnyi levegővételnyi időt sem ad Vári Gergőnek, aki megint 2x3-szor nagyon tiszta ütéseket szed be. Próbál fegyelmezetten védekezni, Vári fent van a fedezét, amikor kell, ellép. Amit én picit hiányolok Vári Gergőtől, hogy eddig egyetlen egyszer sem próbált meg kapaszkodni, nem próbált meg megtörni Vajda Gyula lendületét ilyen formában. Volt az első kapaszkodás, nagyjából 15-20 másodperc lehet hátra a nyitómenetből. Hát bemutatkozott Vajda Gyula ellenfelének, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan mondhatjuk. Borzasztóan kemény első menet, óriási tempót diktál, rengeteg ütést indít Vajda Gyula. És azért nem olyan rossz százalékban találgatám. Vári Gergőnek pedig tényleg egy-két lehetősége volt arra, hogy válaszütést indítson, esetleg, hogy akciózzon. Itt a vége az első menetnek, érzésem szerint ez egyértelműen Vajda Gyula menete volt. Nézzük a folytatást, a második menetet.
próbálják bíztatni Vári Gergőt a piros sarokból. És természetesen ugyanez igaz vagy a Gyula sarkára is. Most szépen talált egyébként Vári Gergő jobb kézzel. Arra sem nagyon volt időm, hogy azt elmondjam legalább a kedves nézőknek, hogy egyébként normál alapállású mind a két versenyző, de bizonyára ezt már önök is észrevették. És megint testen indít Vajda. Aztán nagyon szépen talált Vári bal kézzel. Pillanatra megfeledkezett Vajda Gyula a védekezésről. És néhány alkalommal a külföldi mérkőzéseken esett már abba a hibába, hogy egy picit szellősebb, nyitottabb lett a védekezése egy-két jó menet után. És volt olyan eset is sajnos, amikor ez megbosszulta magát. Most nagyon jól vette el a fejét egyébként Vajda Gyula-Vári kettes kombinációja elől. És itt is azért, hogy mennyire éles Vári Gergő, és gyakorlatilag az első olyan alkalmat kihasználta, amikor egy picit lejjebb eresztette a fedezékét Vajda Gyula, és most megint talált érzésem szerint jobb kézzel Vári. Azonnal jön a válasz Vajda Gyulától. Egyértelműen Vajda Gyula az, aki megy, aki próbál darálni, aki próbálja folyamatosan nyomás alá helyezni az ellenfelét. Viszont itt már a második menetben azért találgatott Vári Gergő is. Ettől függetlenül óriási, gyakorlatilag erődemonstrációt tart Vajda Gyula. Egy kis csibészséget is belevisz most a bunyóba. Félig meddig ilyen könyökös vállas volt, ahogy ellökte magától Vári Gergőt, de hát a profi bunyóba ugye ez azért még belefér. Nagyon szélesen indított Vári Gergő, és azonnal büntet a hajdúhatházi versenyző. Rengeteg ütés. És megpróbál csínbe ütni Vári Gergő, hogy hát ha ezzel egy kicsit tudja csitítani Vajda Gyulát, de hát Vajda Gyulának ma eszébe nincs hátrafelé menni. Most a belharcban is folyamatosan akciózik, borzasztó kellemetlen ellenfél benyomását kelti Vajda Gyula. Közelről, távolról, gyakorlatilag megállás nélkül próbál akciózni Vajda. És emellé egyébként viszonylag sokat mozog lábon is. Ugye ez még csak a második menet. Hát kérdés, hogy ez kondival mennyire fogja bírni. Ahogy azt korábban is említettem, élete legjobb felkészülésének nevezte a háta mögött állót. Fú, nagyon átlátszó volt, ahogy Vári Gergő most megindult, viszonylag könnyűszerre hajolt le Vajda Gyula, még akkor is, hogyha a mérkőzés vezető figyelmeztette ezért a hajdúhatházi bunyóst. 10 másodperc van hátra a második felvonásból. Érzésem szerint ez is Vajda Gyula menete. Itt azért voltak már szép pillanatai Vári Gergőnek. Nézzük tehát a harmadik menetet. Nagyon pörgős, nagyon parázs első két meneten vagyunk túl. Érzésem szerint itt a két menetet egyértelműen megnyerte a borzasztó ütésszámmal dolgozó Vajda Gyula. És egyébként szépen talált hátsó kézzel Vári Gergő, és ez lehet az ő esélye, hogyha ő tud kezdeni, ha ő tud indítani. De valószínűleg ezt Vajda Gyula is pontosan tudja, ezért nem hagy helyet, nem hagy időt Vári Gergőnek arra, hogy akciózzon, hogy egyáltalán gondolkodjon azon, hogy miként indítsa megtámadását. És folyamatosan ott van, folyamatosan tapad Vajda Gyula, akinek az egyik kedvenc boxolója egyébként Diego Corrales. Ezért is a terep színű nadrág egyébként. Hát Corrales is tudott annak idején ilyen kellemetlen bunyót produkálni. Meg jó néhány legendás meccset is természetesen. De most maradjunk Vajda Gyulánál és Vári Gergőnél. Folyamatosan akciózik Vajda Gyula. Nem mindig talál természetesen. Nagyon sok fedezéket üt. Néha azért egy-két luftot is. De rengeteget tesz a 10 pontért továbbra is, csak ezt tudom mondani. Talán minden balkész, hallhattuk Vári Gergő sarkából. Annak ellenére, hogy nagy volt a feszültség a két versenyző között, talán ez volt az első alkalom, amikor a mérkőzés vezetőnek egy fél másodpercén hosszabb időre kellett megszakítani a küzdelmet. Tényleg férfi módjára szeretnék lerendezni ezt a nézeteltérést, ami kialakult a két versenyző között. Hát egyelőre eddig érzésem szerint egyértelműen Vajda Gyula az, aki jobban el. Nagyjából fél perc lehet hátra a menetből. Jó,
talán egy picit visszavett majd a Gyula. Persze ahogy kimondom, azonnal megindít két nagyon kemény testütést. De talán most egy pici pihenőt, mint hogyha kivett volna a hajdóatházi versenyző. Nyilván azért ennek taktikai oka is vannak, hiszen tehát az, amit itt az első két és fél menetben végigütött Vajda Gyula, azt nyilván nem lehet 10x3 percen keresztül. És mivel eddig azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy komolyan nem tudta megrendíteni egyébként Vári Gergőt, ezért nyilván picit takarékoskodnia kell, lehet, hogy csak fél menetet, lehet, hogy egy teljes menetet, de most egyértelműen kevésbé aktív Vajda Gyula, mint a korábbi menetekben, azért búcsúzóan még odaüt egy hármas kombinációt. Jön a negyedik menet, hát egyre lassabban akar fölállni Vári Gergő. Megmondom őszintén, én ezen azért annyira nem csodálkozom, hiszen azért nyilván belőle is rengeteget kivesz, tehát nem csak Vajda kondiát fogyasztja, ez az óriási iram. Most nagyon bátran jött ki Vári Gergő a negyedik menetre, hát nyilván ő is tudja, hogy valamit másképp kell csinálnia, mert így azért szépen lassan el fognak csorogni a menetek. Egyértelműen eddig Vajda Gyula akarata érvényesül a szorítóban. Közelről, távolról folyamatosan próbál nyomást helyezni ellenfelére Vajda. És egyelőre úgy tűnik, hogy a taktika tökéletesen működik, amit kidolgoztak. Most nagyon szépen forgatja be ellenfelét Vári Gergő, azonban nem voltak pontosak a találatai, és azonnal próbál büntetni Vajda. És ő azért fedezéken kívül azért egy-két tisztelt is talál bizony. Elképesztő tempót diktál Vajda Gyula. Megint fejen, testen remekül akciózik Vajda Gyula. Ha egyeket üt, ha kettes kombinációt, a hármas kombinációt üt, gyakorlatilag majdnem minden ütését meghúzza, megrángatja Vajda Gyula. Elképesztő fizikai állapotban van, illetve egyelőre mentálisan is úgy tűnik, hogy nagyon egyben van Vajda Gyula, de ez igaz egyébként Vári Gergőre is, aki eddig nagyon jól állja a sarat, bár nyilván nem az volt a célja, hogy közel a féltávhoz, az legyen az egyetlen pozitívum, hogy jól tűri a nyomást Vári Gergő. Hát egyenlőre az igazság az, hogy nem nagyon tud mit kezdeni Vajda Gyula harcmodorával. Megint megpróbálja beforgatni Vajdát. Ez most itt nagyjából egy percemből a második alkalom volt, de igazából nem tudott pontos találatokat bevinni Vári Gergő egyik alkalommal sem. Tehát nem meglepetés, Vajda meg továbbra is folyamatosan nyomul előre. És ha kell, akkor testen bontogatja a fedezéket, ha kell, akkor fejen akciózik. Nagyon jó volt a fogadó jobb kéz Vajdától. Aztán azonnal megy le megint testre. Nyilván ez a taktika része, rengeteget üt testen. 10 másodperc van hátra a menetből. Ezt most már átpihenik a fiúk, így is van. Itt a vége a negyedik felvonásnak, és ugye rögtön jön az ötödik. Hát lassan pontozással behozhatatlan előre tesz szert Vajda Gyula. Soha fogadta meg hátsó kézzel Vári. Hát kérdés, hogy ki hogy áll kondival, illetve kérdés, hogy mennyire marad erő 4 ilyen menet után a kesztyűkben. Vajda nagyon jól terelgeti egyébként az ellenfelét, nagyon jól mozog törzsből, annak ellenére, hogy most megint egy picit megfeledkezett a védekezésről. Ki is használta ezt Vári Gergő, még akkor is, hogyha nem volt megrendítő erejű ütés. Megint jól mozgott törzsből Vajda Gyula, aztán egy remek felütéssel próbálja bontani ellenfele fedezékét. Hát lassan, illetve halkan ki lehet jelenteni, hogy komoly verést kap Vári Gergő, és nem igazán tud megújulni a 29 esztendős budapesti ökölvívó.
És talán ez a legnagyobb probléma az ő szempontjából, hogy nem is azt mondom, hogy B-terv, hanem nincs egy olyan ötlet, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a nagyon kellemetlen, nagyon agresszív stílussal. Vajda Gyula nagyon-nagyon jó taktikát dolgozott ki, illetve Vajda Gyula csapata nagyon jó taktikát dolgozott ki erre a mérkőzésre. Igen, ezért most már lényegesen alacsonyabb a tempó egy-egy menet vége felé, egy-egy menet második felében, mint mondjuk az első háromban volt. Ez tényleg egészen elképesztő volt, amit az első három-három és fél menetben mutatott Vajda Gyula. De ettől függetlenül, hogy talán kicsit kevésbé agresszív Vajda Gyula bunyója, ettől függetlenül az történik a szorítóban, amit ő szeretne. Folyamatosan akciózik, még mindig folyamatosan nyomás alatt tartja Várdi Gergőt, aki ezért nyilván egyre-egyre inkább megtörik. És ahogy ezt elmondta a meccs előtt egyébként Vajda Gyula, hogy látta többször bunyózni élőben is, illetve felvételekről Várdi Gergőt, és úgy vette észre, hogy ha folyamatosan nyomás alá helyezik, akkor 3-4 meneten belül egész egyszerűen összeroppan a teher alatt Várdi Gergő. Egyelőre azért arról nincs szó, hogy összeroppanna Vári, de nagyon-nagyon komoly fölényben boxol. Vajda Gyula gyönyörűen húzta meg azt a testütést, és érzi is, hogy most lehet menni. Lehet, hogy talán meg is van csípve Vári Gergő, hát jól jött neki most a menet végét jelző gongszó. Itt a 6. felvonás. Hát kérdés, hogy a rendelkezésre álló 1 perc alatt mennyire tudta kipihenni ezt a testütést Vári Gergő. Folyamatosan jönnek a biztató mondatok Várdi Gergő sarkából. Folyamatosan akciózik Vajda Gyula továbbra is, a mérkőzés második felében is. És talán most lenne meg a lehetősége egyébként Várinak, hogy talán kisebb utánhangzik, de hogy ritmust váltson. És talán most lehetne esély arra, hogy egy picit ő is akciózzon, ahogy visszavett Vajda Gyula a tempóból. De hát nyilván ahhoz azért borzasztó kondi kell, hogy ezt meg tudja valósítani Várdi Gergő. Megint megpróbálkozott a beforgatásra a Vári, azonban most már figyelt rá Vajda Gyula. Tisztán látható volt, hogy készült rá. Most talált balkézzel egyébként Vári, de azonnal jönnek a válaszok Vajda Gyulától, és talán ez a legnagyobb különbség a két versenyző között. Megmondom őszintén, én az előző menetek óta nem emlékszem arra, hogy együttésnél több találata volt egyszerre Vári Gergőnek, még azért Vajda Gyulától bizony-bizony fel lehet idézni 2-es, 3-as, 4-es kombinációkat is, amik találgattak itt például egy fejtest. Nagyon nagy tempót diktál, továbbra is csak magamat tudom ismételni. Hajdú Hatházi versenyző. Egyre többet mozog lábon Várdi Gergő. Az elején inkább az volt a taktika, hogy megállt Vajda Gyula előtt, megpróbálta erőből megoldani a feladatot. Ez azonban nem vezetett sikerre a korai menetekben, és most egyre többet mozog lábon Vári. Vajda pedig természetesen folyamatosan üldözi ellenfelét a ringben, és rengeteget üt testen Vajda Gyula. 10 másodperc van hátra a menetből. És folyamatosan testen akciózik, testen indít Vajda Gyula. És kisebb. Jön tehát a 7. menet.
azért annak ellenére, hogy a mérkőzés második felében vagyunk, ugye, mint ahogy említettem, 10 menetesre tervezett a találkozó. Egy nagyon jó iram van még mindig, azt hiszem, hogy ezt nyugodtan ki lehet jelenteni. Vajda folyamatosan jön előre, azt hiszem, hogy ezzel most már újdonságot nem mondok. És nyilván azért ő belülről érzi, hogy mennyire lehet nyomulni, mennyire lehet előre menni. Most nagyon szépen vette el a fejét Vári ütései elől, és azonnal ütötte a 2-3-as kombinációkat, testen, fejen, folyamatosan dolgozik Vajda Gyula, miközben Vári Gergő egyre többet mozog lábon. Most azonban nagyon szépen fogadta meg egy jobb kezessel Vajda Gyulát, és ebből kéne egy picit több, mert ezek azért csak együttések, és nagyon kevés érzésem szerint nem nyert menetet eddig, legalábbis Vári Gergő. Nagyon vagányan oda tette egy picit a fejét, Vajda Gyula aztán testen indított, és folyamatosan, az nagyon tiszta volt az a jobb felütés, az egy pillanatra ki is fordult volna Vári Gergő, azonban inkább az ellépést választja, nem kapaszkodik Vári Gergő, és hogyha jól látom, akkor meg is sérült a bal szemöldöke. Érezte ezt Vajda Gyula is, hogy lehet menni, hogy kell menni, folyamatosan akciózott, bizony az nagyon csúnya az a sérülés, megmondom őszintén, nem láttam pontosan, hogy ütéstől volt-e, viszont az tény, hogy nagyon csúnyán fölrepett, hogyha jól hallom, akkor a mérkőzésvezető azt mondta, hogy vétlen fejeléstől történt ez a sérülés. Hát könnyen elképzelhető, hogy nem folytatja így az összecsapást Vári Gergő. Pont kellemetlen helyen a sérülés, ezzel a vér belefolyik a szemébe Várinak. Igen, látszik, hogy azért ott elég mély, mazasebb, és az orra is, illetve a szája is vérzik Vári Gergőnek. Igen, és ha jól látom, igen, az orvos tanácsára beszünteti a mérkőzés vezető a találkozót. Ez pedig azt jelenti, hogy a bírók lepontozzák az eddig látottakat. Fél táv után nem sokkal lepontozzák a mérkőzést, melynek értelmében azt hiszem nem meglepetés, hogy egyhangú pontozással Vajda Gyula nyeri a találkozót.